Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam az 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a kislány, az lehet, hogy gondol a gyermekekre. Vagy tervez valami újat, hiszen a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet. Lehet, hogy ez a terve. Vagy jelentheti az ártatlanságot is, hogy ő megbántott téged, vagy te őt, voltak félreértések, és most rájött arra, hogy mindketten ártatlanok vagytok. A második kérdés, hogyan érzi magát? Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt az érzelmeiben, ami azt jelenti, sokat gondol rád, érzi, hogy ott vagy a közelben, hiszen megvan a vonzalom, szeret téged. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Itt a lilium jelenti a tiszta érzelmeket, gondolatokat, azt is jelenti, hogy ő szeretne valamit tisztázni veled. A Lenormand kártyánál a lilium jelenti a szexuális témákat is. Lehet, hogy lesz ez a közeledés, ez a testi kapcsolat. És a következő kártya azt mutatja, mi fűz össze benneteket. Jelenleg még megjelenik itt ez az ostor, tehát voltak itt félreértések a múltban. Lehet, hogy mindketten óvatosak vagytok, hogy itt lesz újra vita, de a söprűvel ezt ki lehet söpörni. Az is lehet, hogy nála vannak ilyen helyzetek, hogy valaki támadja őt, és erről szeretne beszélni, kimondja az ártatlanságát, tisztázódik itt valami, és ez a helyzet bizonyára elmúlik. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!